napraforgótáblák között halad el a belvízzel vezető csatorna útja Tiszavasvári határában. A drónnal készült videót a polgármester készítette a közelmúltban. A táj bemutatása mellett a célja az volt, hogy madártáblatból szemléltesse, hogyan tisztították meg a város közmunkásai az árkokat az elmúlt időszakban. Erre azért került sor, mert a tavaszi időszak folyamán, amikor ugyan sok csapadék nem volt, mégis azt tapasztaltuk, hogy a város belvízelvezető rendszereiben, csatornáiban megáll az a kevés csapadékvíz is, és problémát okoz. Elkezdtük vizsgálni a belvízelvezető rendszerünket, a mezőőrök az önkormányzat munkatársaival körbejárták a települést, hát megközelítőleg 35 kilométernyi belvízelvezető csatorna vesz körül bennünket, és azt tapasztalták a munkatársak, hogy gondozatlan, tele náddal, iszappal, fával, és a csatorna áteresztő képessége az jelentős mértékben leszűkült. Így viszont funkciójukat sem tudták ellátni a csatornák. A felmérés követően jellemzően kézi erővel, némi gépi segítséggel végezték el a munkát a közfoglalkoztatottak, először a legégetőbb helyeken. Ezeket június végéig meg is tisztították, melynek eredményeként az ezt követő özönvízszerű esőzések nem okoztak nagy problémát ezeken a település részeken. Azóta pedig máshol is zajlik az árkok rendbetétele. A közmunkaprogram keretében közben más munkálatok is megvalósultak az elmúlt időszakban Tiszavasváriban, széles körben lehetőséget adva a nehezebb sorsú lakosoknak. Büszkén mondhatom azt, hogy az idei évben az ifjúsági táborunk az a közfoglalkoztatás keretében újult meg. Közmunkásokkal építettük ki az új vízelvezető rendszert, közmunkásokkal burkoltunk, újítottunk fel tetőt, szigeteltük le az épületeket. Tehát a közfoglalkoztatottaink nagy része ezeken a területeken dolgozik és lát el feladatot. A tiszavasvári közmunkások emellett más településekhez hasonlóan parkot gondoznak, utcát sepelnek, épületeket karban tartanak vagy mezőgazdasági munkát végeznek.